A hónap műtárgya sorozat célja, hogy az érdeklődőknek minden hónapban egy-egy kiemelkedő műtárgyat mutassunk be, amelyet a Voszinszky Mór Múzeum kiállítás tárlataiban tekinthetnek meg az érdeklődők. A hónap műtárgya egy címeres kályhacsempe az Ozorai Várkastély ásatásából. Szerintem nagyon sok embernek ismert, hogy Ozorán létezik egy várkastély, aminek a feltárása 1980-ban kezdődött Feld István régész és kutatótársai vezetésével. Nagyon hosszú munkába került, amíg ennek a várkastélynak a történetét és az onnan előkerült leletanyagokat feldolgozták. Igazából még ma is bukkanunk érdekességekre azok között, a leletek között, amiket találunk. A hónap műtárgya, ez a bizonyos kályacsempe, amit itt láthatunk, a vár korai időszakából származik. Igazából 1980-ban került elő a várárokban, és a többi társával együtt már hosszú évek óta foglalkozunk a feldolgozásával. Tudni kell, hogy a Kárpát-medencében a lakóházaknak, lakótereknek a fűtése igen problematikus az időjárásra való tekintettel, de a tulajdonosok, illetve maga a fejlődés is lehetővé tette azt, hogy kályhákat építsenek. Az, hogy ki milyen kályhát épített, az tulajdonképpen egyrészt technikai kérdés volt, másrészt pedig az illető birtokosnak is az anyagi lehetőségeit tükrözte. Tolna vármegye északi szélén fekszik Ozora. A község középpontjában áll a várkastély négyzetes, középudvaros épülettömbje. Az épületet négyzet alakban fal veszi körül, sarkukon kerek tornyokkal megerősítve. A várkastély hazánk kiemelt műemlékei sorába tartozik. A vár jelentős maradványai maradtak meg, számos átépítés nyomait hordozva. Az épület változó funkcióval ugyan, még századunk 60-as éveiben is használatban állt. Ugye Ozorai Pippo vagy Filippo Scolari, aki egy egyszerű itáliai családból emelkedik Zsigmond főemberévé, és engedélyt kap, hogy Ozorán építse magának palotát, lakóhelyet. A különböző lakótereknek a fűtését ilyen csempekályhákkal oldotta meg, az épületeknek vagy a lakóhelyüknek a minőségétől függően, illetve az anyagi társadalmi helyzetüktől függően más-más fajta fűtőberendezéseket használtak. A vitrínben látható darabok csempekályhák részei voltak. A középső sávban látható darabok tartoznak ahhoz az időszakhoz, ami Ozorai Pippo időszaka. Csak így közbevetőleg jegyzem meg, hogy ezeknek a kályháknak is divatja volt, tehát más-más korszakban más-más típusú darabokat használtak. Nem beszélve arról, hogy ilyen szép díszes darabokat, díszes csempekályhákat általában egy-egy lakóépületnek a reprezentatív terébe építettek föl. Tehát igazából azt mondhatjuk, hogy az Ozorai Pippo várkastélyában is minden bizonnyal a lovaktermet ékesíthette ilyen csempékből rakott kályha. A hónap műtárgya az 1960-as évek eleje óta tervezett, majd 1980 óta dr. Feld István vezetésével folytatott műemléki régészeti kutatás során előkerült kályhaleletanyag jelentős darabja. Ha szerencséje van az épületkutatónak, a régésznek, akkor általában megtaláljuk azokat az alapokat is, amelyeken a kályha állt. Ezek a kályhák, mint aminek a darabjait itt a vitrínben láthatjuk, ezek alul szögletes, ilyen hasáb vagy doboz alakúak voltak.
állhattak egy-egy ilyen 50-60 cm magasságú falazott alapon, tehát falazott alap, rajta egy kocka alakú vagy hasáb alakú rész, és ezen állt egy felső, általában hengeres vagy valamilyen sokszögű rész is, és ezt a sokszögű részt, ezt pedig ilyen oromcsempékkel koronázták, mint amiket itt látunk. A kályha testét ezekből a pipo korában ilyen négyzetes csempékből rakták ki. Amiért ezt a csempét itt kiválasztottuk, az az, hogy a tulajdonosnak a címerét láthatjuk rajta. Egy ferdén négy sávból álló címerpajzsot láthatunk, és az érdekessége, hogy a felső részében, a jobb felső sarkában egy kicsit szélesebbre hagyták a sávot, és ebben egy sárkány ábrázolása került oda. Azért érdekes egyébként ez a címeres csempe, mert ez azt bizonyítja, hogy a tulajdonos fontosnak tartotta azt, hogy egy ilyen kályhán szerepeljen a címere, és az odaérkező vendégek ezáltal érzékelhessék az ő gazdagságát. Ennek kapcsán megállapítható, hogy a felépült várkastélyban a korszakra jellemző úgynevezett Zsigmond-kori csempe típusokból álló kályhák állhattak. Az épület fűtésére ozorai pipó korában a reprezentatív terekben a cserépkályhák, az egyéb terekben inkább szemes kályhák szolgáltak. A csempekályhák típusait a most bemutatott címeres csempek kivételével a királyi várakban, főúri lakóhelyeken használták fel kályhaépítésre.